Mit láttál meg először a képen? Hihetetlen dolgot árul el róla? Már bizonyára mindannyian találkoztunk ilyen és ehhez hasonló személyiségtesztekkel, és hát ha azt nem is tudom megmondani ez alapján, hogy ki kreatív, vagy ki tájékozódik jobban a térben, az biztos, hogy ha azt mondom, hogy nézd, a képen ez vagy amaz ott van, akkor az agyunk hirtelen arra az egy pontra kezd el fókuszálni, és mostantól kezdve, ha nem is örökké, de egy bizonyos ideig, csak azt az egy részét látjuk a képnek, ugyanis a felszólítással az egészből ez a szelet kiemelkedett, és erre az egy bizonyos pontra lett irányítva a figyelmünk, mint szemlélők. Tehát a figyelmünk irányítható. Ami fontos, az azonban az, hogy különbséget tegyünk figyelem és figyelem között erőfeszítés és tudatosság szempontjából. Hiszen, hogyha szándékosan figyelünk valamire, akkor az tudatos mentális erőfeszítést igényel, illetve vannak mindig oka van, és ez az ok szintén tudatos. Az ok lehet érdeklődés, vagy akár feladattudat, tehát ezt a valamit meg kell csináljam, oda kell rá figyeljek. Viszont, hogyha a figyelmünk valami teljesen véletlenszerű inger által van irányítva, ez az inger lehet egy erős zaj, vagy gyorsan mozgó tárgyak, akkor a figyelmünk akaratlanul terelődik, akaratlanul fogunk valami másra figyelni, fókuszálni, és ilyen esetben spontán figyelemről tudunk beszélni. Ezeket a figyelemirányítási lehetőségeket aknázza ki egyébként nagyon tudatosan a film, vagy igazából bármilyen mozgókép gyártás. Ezekhez a figyelemirányítási eszközökhöz tartozhat például a némafilmekből ismert magyarázó feliratok, vagy a narrációk, esetleg az, hogy milyen közelről készül egy-egy felvétel, ide tartozik az események elmesélésének gyorsasága, a térkezelés, vagy ami talán a legszembetűnőbb forma, hogy hogyan jelenít meg különböző színeket, hogyan jelennek meg a színek. És erre egy nagyon jó példa, amit szerintem mindannyian ismertek is, hogy a Schindler listája című filmben a piros kabátos kislány. A figyelemirányításnak azon módja, amely a mindennapjainkban viszont dominánsan jelen van, a sokkal inkább nyelvi, mint sem képi. Tehát ez alapján elmondható, hogy a nyelvhasználatunk a figyelemirányításnak egy elég sajátos módja, hiszen egyéb eszközök vagy rámutató gesztusok használata nélkül tudjuk irányítani a beszélgető partnereinknek a figyelmét egy bármilyen világbeli jelenetre. Tehát lehetőségünk nyílik arra, hogy mondjuk egy olyan mozzanatot emeljünk ki, egy olyan pontot, amely éppen nem az aktuális beszédszituációnak a fizikai terében zajlik. Tehát, hogyha mondjuk én most azt mondanám, hogy tegnap sütöttem palacsintát. Vagy mondjuk akár egy fiktív jelenetet is kiemelhetnénk, egy fiktív jelenetre is vonatkozhat a figyelemirányítás. Ennek legjobb példája a mesék, például a sárkány elrabolta a királylányt. A figyelem és figyelemirányítás kérdéskörével mind nyelvi, mind pszichológiai és filozófiai vetületben nagyon sokan és sokat foglalkoztak, de ugye mit is értünk figyelem alatt? Mi az, amit irányítunk? Ugye a figyelem az észlelés intenzív és koncentrált formája, amelynek következtében bizonyos ingerek előtérbe kerülnek a többivel szemben. Illetve mindemellett a figyelem valamennyi pszichés működésünknek a velejárója. A 20. század egyik ismert francia filozófusa, Simone Weil így határozza meg a figyelmet. A figyelem erőfeszítés talán a legnagyobb mind közül. Azonban negatív erőfeszítés. Sohasem fárad el. A figyelem abban áll, hogy felfüggesztjük a gondolkodást, hogy az elmét elérhető állapotban, üresen és a befogadandó tárgy a különféle megszerzendő ismeretek felé nyitottan tartsuk. Az ismeretek felé, amelyeket bár az elméhez közel, elérhető távolságban, egy mélyebb szinten kell használnunk, anélkül, hogy érintkeznének. És mindenek előtt az elmének kell üresnek lennie, hogy várakozón, semmit sem keresve készen álljon a beléje hatoló tárgyat mesztelen igazságában befogadni.
ez a felfogás, és Simone Weil teljes gondolatvilága volt az, ami Dosztojevszkij mellett a legdöntőbb hatást gyakorolt a Pilinszky János életművére. Ő maga egyébként a filozófus műveivel való megismerkedéséről így számolt be. 1963-ban Párizsban csak nem találomra megvásároltam Simone Weil egyik könyvét. 64 nyarán, aztán már idehaza, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy a megvásárolt könyvet el is olvassam. Az igazság az, hogy vélkedvéért tanultam meg franciául, kezdetben nyelvtan nélkül, és egy kis kézi szótárral vágva neki a nagy kalandnak. Később aztán egyébként a filozófus több művét is fordítja franciából Pilinszkij. Pilinszkij egyébként a későbbiekben is több írásában, illetve vele készült interjúkban is gyakran és szívesen idézi Weilt, és nyilvánval a rágyakorolt hatásáról. Többek között Már Gyula 1978-as Ripoll filmjében is a Weili gondolat mentén vezeti le, hogy hogyan is értelmezhető a figyelem. A másik nagy tanulságom, amire Weil megtanított, amit ő a figyelem iskolájának mond. Ez nyilván, ő például az iskolában is azt mondja, hogy az, hogy matematikát, vagy földrajzot, vagy bármit megtanulunk, patológikusan művelt volt különben, az másodrendű. A fontos a figyelmünk iskolázottsága. És mond egy példabeszédet erre, az irgalmas szamaritánus esetét. Ott vekszik a sebesült ember az árok szélen. Elmegy mellette egy valaki, akinek iskolázatlan a figyelme. Tovább hagyja heverni őt. Elmegy más valaki, ugyanez megismétlődik. És akkor jön az irgalmas szamaritánus, akinek még így is mondhatnám paradox fogalmazással, szerencsétlenségére iskolázott a figyelme. Mi történik ekkor? Pontosan diagnosztizálja a szerencsétlenséget. Amint fölmérte a szerencsétlenséget, nem tud nem cselekedni, nem tud nem segíteni. De ez fordítva is érvényes. Az, aki valóban bajban van és valóban szerencsétlen, nem tűr meg jótékonykodást, nem tűr meg melléfogást. Egy súlyos beteg, ha rosszul nyúlnak hozzá, félrelöki a segítséget. Viszont a pontos diagnózisnak nem tud ellenállni. És ebben a pillanatban a két ember tökéletesen, automatikusan cselekszik. És tökéletesen egy. A beszélgetés egyébként teljes egészében a Pimdián is olvasható, illetve a róla készült felvétel az megtekinthető, illetve meghallgatható YouTube-on. Tehát itt csak néhány gondolatot szeretnék még pluszba kiemelni az imént látottak és hallottak mellett. Az interjú alapvetően Pilinszkijre, mint szerzőre fókuszál, aki a saját bevallása szerint a beszélgetés időpontjában már nagyjából egy éve nem írt verset, hanem inkább a próza felé fordult. És így például szóba kerül az éppen készülő, saját maga által regénynek titulált műve, ugye ez az Önéletrajzaim, amelyről ő maga állítja, hogy a figyelmeinek önéletrajza ez, tehát lényegesen szélesebb spektrumú, mint a saját önéletrajza lenne. A regényem címe, mert Konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy Önéletrajzaim. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez.
nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyával. Na most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra első először lássam ezt a poharat. Először érintsem az egy asztal. De Simon Weil például filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik? Vagy na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedők, és a küldetésük is ugyanaz. Pirinszky egyébként az írói tevékenységet az interjú során még a vadászattal is párhuzamba teszi, hiszen mind a kettő az ő bevallása szerint egyszerre aktív és passzív cselekvés, ugyanis ugye a vadász hosszasan vár, és nem tesz semmit, egészen addig a pillanatig, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban viszont maximumon kezd el koncentrálni, és Pirinszky azt mondja, hogy ilyen a gondolkodás maga is. Ugyanis az igazi gondolkodás valójában a semmire koncentrálás. Mert amíg tudod, hogy mire koncentrálsz, addig egy ismert dologra koncentrálsz. És csak a problémát kezded el szűkíteni, és szűkíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor koncentrálsz a semmire, tehát gondolkodsz. És ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is befut a semmi. Ugye a Rodennek a gondolkodója az így gondolkodik. Így nem gondolkodik senki. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. És ti mit gondoltok? Hogyan lehet, ha lehet egyáltalán a semmire koncentrálni és a semmivel foglalkozni?